Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük főbb témáinkat. Allergia szezon. Magyarországon közel 2 millióan szenvednek a tünetektől. Fotóművészeti nyári egyetem. Közel 70 alkotó a vendége a Soproni Fotóklubnak. Vendégszereplés. Esztergomban és Nyírbátorban is fellépett a Petőfi Színház társulata. A nyár az allergia szezon ideje, hiszen ebben az időszakban virágzik a parlagfű, a fekete üröm, de sokan szenvednek a mogyoró nyírfa, illetve nyárfa pollenjeitől is. Magyarországon a kimutatások szerint közel 2 millió allergiás él. Szakemberek figyelmeztetnek, amennyiben észleljük a tüneteket, tüsszögést, könnyezést, garatviszketést, nehéz légzést, orvoshoz kell fordulni. A kezeletlen színanátha ugyanis időt arcüreggyulladást vagy orrpolip kialakulását is okozhatja. Magyarországon közel 2 millióan szenvednek allergiától. A nyári időszakban a különböző gyomnövények, például a parlagfű vagy a fekete üröm pollenjei is súlyosbítják a tüneteket. Ezek a növények nem európaiak, idegenként reagál rájuk a szervezet. Légúti allergia esetén tüsszögés, köhécselés, könnyezés, míg asztmás betegség esetén száraz köhögés, nehéz légzés fordulhat elő. A környezetünkben ott lévő természetes anyagokra, nyírfa, nyárfa, pollen, mogyoró évtizedek, százezredek óta bizonyosan ott van a környezetünkben, és hát talán a modern civilizáció kialakulásáig mondhatjuk azt, hogy ez gyakorlatilag semmiféle panaszt nem okozott, vagy a házi poratka. Valószínűleg ez egy civilizációs betegség, összefügg az életformánkkal, azzal, hogy mit eszünk, iszunk, milyen plusz adalékanyagokat viszünk be a szervezetünkbe, amelyek hát megbolondítják a szervezetünket. Lényegében is olyan anyagokra, amelyekre nem kellene semmiféle plusz reakciót kialakítani, ilyen heveny tünetek alakulnak ki. Ilyen szempontból bármikor kialakulhat, váratlanul előző években semmi baj nem volt, egyszer csak kialakul a tünet. És még régebben azt mondtuk, hogy elsősorban gyermekkorban, ifjúkorban alakul ki az allergia. Manapság már mindenki örök ifjúnak tekinthető, 50-60-70 évesen is kialakulhat. Allergiaellenes készítmények használata és folyamatos orvosi konzultáció mellett a hajnali órákban történő szellőztetéssel, mindennapos esti hajmosással, illetve a pollenjelentések figyelésével sokat tehetünk azért, hogy a tünetek enyhüljenek. Engem személy szerint nem érint, de édesanyám és a testvérem allergiások a pollen és fűfélékre. Ebben a szezonban ugye náthásak, köhögnek, szorul a torkuk, anyukám például nagyon-nagyon könnyezik, olyan, mintha sírna. Nagyon jó allergia készítményeket szoktunk kapni, általában a gyógyszerész ajánlja, de most találtunk egy olyat, ami ugye vényköteles, de nagyon jól enyhíti a tüneteket. A nem megfelelő beltéri levegőminőség is okozhat allergiás tüneteket, úgy, mint a penészgomba poratka jelenléte, a nem megfelelően tisztított klímaberendezés, dohányzás, illetve az új bútorok is. Lakásunkban folyamatosan tartózkodunk, csak az időtartam változik, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig vagyunk a lakásban, tehát ha folyamatosan egész évben ránt jelentkeznek az allergiás tünetek, akkor mindenképpen arra gondoljunk, hogy a lakásban van valami olyan allergiás jellegű dolog, ami a mi allergiánkat okozza. Miután itt beltéri levegőminőségről beszélünk, én azt gondolom, hogy a gyakori rövid tartamú, de intenzív szellőztetés mindenképpen segít, illetve az alapos takarítás, sporttaladítás. Az éghajlatváltozással az allergia szezon is kitolódhat, korábban jelentkezhetnek, illetve tovább elhúzódhatnak a tünetek. Aki pollenallergiában szenved, érdemes elkezdenie a gyógyszeres kezelést, amikor az adott növény pollenjeinek szórása megkezdődik. Soproni küldöttség látogatott Szejne-Joki testvérvárosába. A két település együttműködéséről szóló megállapodást dr. Fodor Tamás és Jorma Rázin-Meki polgármesterek írták alá. A szerződés célja, hogy megerősítse a civil szervezetek testvérvárosi kapcsolatait, kiemelt feladat pedig a két város együttműködésének aktívabbá tétele, valamint a fiatalok kapcsolatépítési lehetőségeinek bővítése. Az ünnepélyes aláíráson dr. Fodor Tamás bemutatta Sopron jelenét és beszélt a jövőbeli városfejlesztési tervekről is. A látogatás alkalmával a soproni delegáció megismerkedett a helyi erdészet, a korszerű városi könyvtár működésével, és bepillantást nyerhettek a kulturális és sportéletbe is.
A 110 éves Soproni Fotóklub a házigazdája az idei fotóművészeti nyári egyetemnek. A szakmai találkozó évente kerül megrendezése az ország más-más városában. Idén közel 70 fotós vesz részt a programokon. A Sopron Balett próbája, ez is egyik állomása az idei fotóművészeti nyári egyetemnek. Az egyhetes programsor ideje alatt az ország számos pontjáról érkezett közel 70 fotós számára rengeteg kihívást, érdekes fotózási lehetőséget biztosít a szervező Soproni Fotóklub. Ezúttal mozgást kell megörökíteniük a résztvevőknek. A fények, valamint a mozgás hű visszaadása megfelelő technikai és elméleti felkészültséget igényel, de Sopron városa és a környék is számos témát nyújt a fotósoknak. Második alkalommal veszek részt a MAFOSZ éves táborán. Először Tatán voltam, és nagyon megtetszett. A változatos fotótémák mellett nagyon pozitív és felemelő az, hogy az ország minden részéből találkozhatunk a hasonló érdeklődésű kollégákkal. A személyes kapcsolattartás szerintem ugyanannyira fontos, mint az itt helyben az új képek készítése. Sopronváros nagyszerű helyszín. Nem véletlenül már másodszor van itt a tábor. Én, mint természetfotós, megtalálom a magam érdeklődésének megfelelő programokat. Elmentünk tegnap a Mira fellevizeséshez. A MAFOSZ közel 100 tagszervezetében 2000 különböző életkorú, foglalkozású, autonóm alkotó tevékenykedik. A fotósok egymástól is sokat tanulhatnak. Az egyhetes nyári egyetem ideje alatt a résztvevők veteránautókat, bűvészt, sportolókat, modelleket, de természeti szépségeket is megörökíthetnek, így mindenki találhat az érdeklődésének megfelelő témát. Egyik idősebb fotós kollégám szokta mondani, hogy ő mindenevő fotós. Tehát minden érdekli, táj, akt, portré, makró, minden. Hát én inkább a makrót szeretem tulajdonképpen, és a digirámákat csinálom, szeretem, és ehhez fotózok. A digiráma az a állóképekből készített zeneivel, szöveggel aláfestett filmszerű, kvázi film tulajdonképpen. Tehát tulajdonképpen a makrót szeretem, és azokat is fotózom. Kilincsek, apró részletek, az élet apró részletei, amik mellett gyakran elmegyünk és észre se veszünk, mert kicsik. Ezeket szeretem fotózni főleg. Sopron második alkalommal ad otthont a Fotóművészeti Nyári Egyetemnek. Korábban 2006-ban volt a Soproni Fotóklub a házigazda, ekkor ünnepelte a vendéglátó fennállásának 100. évfordulóját. A veszprémi Mátyus Károly ekkor is résztvevő volt. Én alapjában véve a szociófotó, riportfotó híve vagyok, és ezt művelem most már több mint 40 éve, 42 éve. De nagyon szívesen elcsábulok természetfotózás, városfotózás, vagy ami van, ahol a fények vannak, és komponálni lehet, alkotni lehet. Ez a tábor miért fontos ön számára? Miért gondolta, hogy részt vesz? Hát Sopron egy örök város számomra. Nagyon szeretek visszajönni, van, amikor munkám során is Sopronban kell dolgozni, de különösen emlékezetes, hiszen 2006-ban, 10 évvel ezelőtt itt vettem át első fotoművészeti diplomámat. A nyári egyetem ideje alatt nem csak a 33. MAFOSZ szalon nyílt meg, hanem a szervező fotóklub tagjainak alkotásai is láthatók a Pannonia Met Hotelben. A Fókuszban az Ember című kiállításon 40 képet tekinthetnek meg az érdeklődők. Múlt és jelen címmel különleges fotókiállítás nyílt a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgazdaságtudományi karán. A Soproni Fotóklub által kiírt országos pályázatra fekete-fehér, valamint digitális technikával készült színes képeket vártak kötetlen témában. A múlt képei, hagyományos technikával készült alkotások, valamint a mai kor digitális alkotásai együtt egy kiállításon. Múlt és jelen címmel hirdette pályázatát a Soproni Fotóklub, mely felhívásra közel 60 fotós küldött alkotásokat. Van egy pályázatunk múlt és jelen címmel. A múlt jelenti azt, hogy fekete-fehér, illetve archaikus technikával készült papírképeket vártunk a pályázatra, fejenként 4 képet és 4 színes képet vártunk digitális formában, és ennek a pályázatnak az anyagát mutatjuk be az érdeklődőknek ma a közgázkaron. Az országos pályázat számos határon túli alkotó érdeklődését is felkeltette. Erdélyből és Kárpátaljából is érkeztek képek Sopronba. A fotóklub összesen 101 alkotást állított ki a közgázkaron.
Kötetlen téma volt. Tehát nem volt, nem határoztunk meg, hogy természet, vagy, tehát nem volt meghatározva téma. A bírálat az mindig nehéz, mert ez egy kicsit szubjektív, bármit is tesz az ember, nem tud tökéletesen objektív lenni. Az a lényeg, hogy legyen mondani valója a képnek, a kompozíció legyen rendben, technikailag legyen jó a kép, és hogy tehát igazából ne az legyen, hogy csak nekem tetszik, másnak tetszik, az olyan legyen, amit mindenki megcsodál, és mond, mindenkinek mond valamit. A kiállítás a Fotóművészeti Nyári Egyetem ideje alatt várja az érdeklődő látogatókat a Közgazdaságtudományi Karon. Nagy sikerrel szerepelt a Soproni Petőfi Színház társulata a hétvégén Esztergomban és Nyírbátorban. Augusztusban is több vendégszereplése készül a társulat. Hedri Mária Kej fel és járj című drámáját az Esztergomi Várszínházzal közösen állította színpadra a Soproni Teátrum, mely kétszer szerepelt a Várszínház műsorán. A közönség megrendítő színházi élményként élte át a bemutatót. Nyírbátorban a Szárnyas Sárkány Fesztivál Vidám utcaszínházi kavalkádján az Aranykor című összeállításukkal léptek fel a színészek. A Soproni Társulat és a Táncosok augusztusban a Dzsungelkönyve című produkcióval a Fertőrákosi Barlang Színházban és Pápán szerepelnek. Az Álmos Legendája című táncmű pedig Szarvason lesz látható. Az Üvegcipő című vígjáték premierjét július 15-én tartják az Esztergomi Várszínházban. Az ország több pontjából és Ausztriából is érkeztek csapatok a soproni ünnepi hetek keretében rendezett hagyományos tekekupára. A megmérettetésen csapatban és egyéniben is értékelték a legjobb teljesítményeket. A soproni ünnepi hetek keretében rendezett tekekupára 23 csapat nevezett, ebből 3 női formáció. A versenyzők fele soproni volt, de érkeztek csapatok a megye több településéből, Ausztriából és Kaposvárról is. Egy ausztriai csapat, Ricing, érkezett, azon kívül a legtávolabb Kaposvárról jött, a soproniak közül körülbelül a versenyzők fele, és a másik fele pedig a megyéből. Itt mondhatnám azt, hogy Gönyű, Győr, Rábapatona, Győrújfalu, stb. Érkeztek, és úgy érzem, hogy mindenki jól érezte magát, köszönettel távoztak, jó volt. A szervezők hangsúlyozták, a versenynek nagy hagyománya van, melyet a jövőben is folytatni szeretnének. A Soproni Ünnepi Hetek teke versenye az kezdettől fogva megtörtént, és azóta is egyvégtében csináljuk. Volt, amikor kisebb létszámmal, volt, amikor nagy létszámmal, akár 40 csapat is összejött. Bonyolult volt egy ilyen pályán megcsinálni ezt a versenyt. Most pillanatnyilag ez a 23 csapat 3 nap folyamán bonyolítottuk le, péntek délután, szombat egész nap, és most vasárnap délelőtt a befejezés. A megmérettetésen csapatban és egyéniben is értékelték a versenyzőket. Csapatban a nőknél a Holding 1850 fával diadalmaskodott, férfiaknál pedig az Ezüstnyíl 2186 fával győzött. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk holnap, majd Minden, amit tudni látni érdemes című műsorunk következik. A Sopron Televízió szerdai híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön erősen gomoly felhős lesz az ég, és sokfelé várható zápor, zivatar. Délután csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős lesz, 17-21 fok között várható a hőmérséklet.